képzőművészeti alap kiírt egy pályázatot, és akkor meghívtak arra 4-5-6 kollégát, és úgy nyertem ezt. Ez abban az időben, 1964-65 körül nem volt ilyen egyszerű, mintha ma csinálnám, vagy ma csináltuk volna. Tudnélék, készen anyagot sem lehetett kapni, hanem kétféle anyagból kellett ezt összegyúrni, egy úgynevezett magnezitipari samot, és egy városközi vörös agyag, amit két különböző helyről hoztuk, és lábbal tiportuk meg. És ennek megfelelően alakult ki ez a kicsit vöröses, nem teljesen egyenletes, mert kézzel, lábbal nem lehet úgy összegyúrni, mintha gép gyúrta volna. Tehát ez volt abban az időben, és hát ezt inkább csak azért mondom, mert a későbbiekben én mindig minden ilyen jellegű munkát a földön csináltam. Ezt még nem. Tudnélik, mi akkor úgy tanultuk a főiskolán, hogy úgy kell csinálni a reliefet, mint hogyha egy képet festenék. Tehát egy állványt, amit egy kicsit hátrafelé megdöntöttünk, arra tettük fel az anyagot, a megfelelő vastagságot, és akkor ott lehetett dolgozni. Most hát ennek akármilyen erős állványt csináltunk, voltak hátrányai, tehát például én kalapáccsal ütöttem ezeket a gépi elemeket, akkor berezgett az egész, és félő volt, hogy az agyag aztán így megroskad és lecsúszik. Tehát később én ezt elvetettem, ezt az egész dolgot, mert a kerámia a maga a föld. Tehát nem oldalnézetben látja az ember, hanem fölülről lefelé, tehát ami a lábam előtt van. Itt még ez nem volt érvényben, még tulajdonképpen életem első munkája, kezdő voltam, tehát itt szereztem azt a tapasztalatot, ami későbbiekben aztán sikerült kamatoztatnom. Az építész hívott engem meg egy bizonyos Siraki Lóránt. Ő a most tőlem jobbra lévő úgynevezett főbejáratot gondolta véglegesnek, tehát nem azt, ahol végsősoron a későbbiekben a bejárat volt, és akkor ez pont a főbejárattal szemben lévő fogadófal. Valószínű, ő arra gondolt, hogy egy ilyen kicsit megdöntött, előredőlő fal, az a látvány szempontjából, tehát ha valaki bejön, ugye ez a pár méter pont arra jó, hogy szembe találkozzam én ezzel a dolggal, és akkor hát ennek aztán természetesen voltak mindenféle hátulütői, nevezetesen, hogy 1966 körül nem tudtunk szerezni videófurót, tehát videóhegyi furót. Az akkor meg tudtuk volna fúrni a betont, akkor düblüllel és dróttal viszonylag meg lehetett volna oldani. Így azonban egy erős habarcsot kellett használni, mert egy ilyen előredőlő falnál, hogyha meglazul egy kerámia elem, ami nem olyan nagyon ritka, akkor leesik, és ha itt egy gyerek játszik, komoly sérülést okoz. Tehát túlbiztosítottuk ezt az egészet, és azért aztán a feltétel kicsit más lett, mint aminek lenni kéne, és ez most a levételnél okoz nagy gondot, mert nagyon erős maga a vakolat. A tervezésnél azt gondoltam, hogy ugye itt járművek és a közlekedés a téma. A mozgást valahogy én úgy tudnám érzékeltetni, legalábbis úgy tudom megfigyelni, hogy fölültem egy olyan buszjáratra, ami Pest központjából valahova Rákoscsaba felé ment, ahol én azelőtt sose jártam, és vagy 3-4-szer végigjártam ezt az utat, és próbáltam megjegyezni, hogy mi az, amit láttam. Most nagyon érdekes ez a dolog, mert én magam sem gondoltam erre előre, hogy ami közel volt, az ilyen suhanásszerűen ment el a busznak az ablak előtt, és szinte fogalmam nem volt, hogy ott mi van. A távolabbi házak meg egyebek, azok viszonylag konkrétabbá váltak. Most ezt a kettősséget próbáltam én megcsinálni, nevezetesen úgy, hogy a
a formákat nem zártam le egy statikus formává, hanem egy ilyen többször ismétlődő, staccato jellegű formákat használtam, főleg a kerekeknél, meg ezeken a helyeken lehet látni, hogy ez a úton lévő járműnek a bizonytalansága, ez belekerüljön. Hát most ugye ennyi idő után nézem, hogy úgy látom, hogy ez azért nem volt hiába való, tehát sikerült. Bevallom, hogy akkora futuristákat én nem ismertem. Tehát 66-ban még nagyon sok mindent a modern művészetről nem tudtunk, mert korábban mi ezt az úgynevezett fotóhiteles naturalizmust kellett, hogy gyakoroljuk, a szociált. Sok vázlatot, sok rajzot, meg ilyesmit csináltam, nem találom őket, úgyhogy ezek hát 50 év alatt elkoptak, úgy látszik. Én ezzel az úttal már tulajdonképpen, ami lényegében itt van, és itt vonul, avval kész voltam, amikor a múzeum vezetőségének megtetszett ez a dolog, és hát az akkor aktuális Gagarin, ugye 61-ben ment az űrbe, és akkor a 69-ben ugye a Holdra szállás, az Armstrong, a kettő között egyfolytában ez az űrutazás és légiközlekedés volt a téma. És akkor megpróbáltam én egy-két tulajdonképpen földgömbféltekét ilyen lapos relief-szerűen megmintázni, amiről hát szintén megpróbáltam ezt a elmosódott, tehát nem konkrét jellegű dolgot megvalósítani, de a légiközlekedésben ez mégiscsak más. Tehát ott legfeljebb a startnál van az, hogy én gyorsan látom elmenni a dolgokat, és mikor fölülről nézem, akkor ilyen lassan-lassan megy az ember alatt a kép. Ugye 66-ban készítettem, és hát egy vagy két alkalommal jártam én itt a későbbiekben, és azt hiszem valami vendégeket hoztam volna ide, amikor nem, ez el volt fedve. Előtte volt valamiféle paraván, itt vonatok, kis vonatok jártak ilyen terepasztalon, és ezt nem lehetett látni. Tehát ez körülbelül 25-30 évig nem volt látható. Úgyhogy most, hogy levették a kollégák, akik le fogják venni a falról, elbontották ezt a bizonyos paravánfalat, engem is meglepett, hogy tulajdonképpen mit is csináltam én 50 évvel ezelőtt, mert hát be kell, hogy valljam, hogy ebbe a rendkívül dinamikusan változó időbe az embernek a szemlélete nagyon változott, és a szociálból ugye kikeveredni, aztán megismerni a modern művészet lényegét, meg minden. Tehát bizonyos értelemben más szemmel nézem én ezt most. De én megmondom őszintén, büszkén merem vállalni.